Számos megélés, nehézség és trauma áll minden gyerek útjában a felnőtté válásig, véli Zsóri Péter. A lélekgyógyász mindezek megértéséhez tanácsokat adott, és a gördülékenyebb mindennapok eléréséhez különböző technikákat is mutatott az érdeklődőknek a KEDD esti előadásában. A Gyermeki Lélek út a felnőtté válásig című programot a Honvéd Kaszinóban tartották. Senki nem ért meg, érezheti sok gyermek. Nehézség lehet egy rossz családi atmoszféra, iskolai problémák, a nem megfelelő szeretett nyelv és a feladatokhoz való első viszonyulás is, mondja Zsóri Péter, aki kedden ingyenes előadást tartott a téma iránt érdeklődőknek. Ez az este azért jött létre, hogy több embernek is tudjunk segíteni. Az előadásunk témája a gyermeki lélek út a felnőtté válásig. Ugye ezzel szeretnénk a közösséget és a közönséget is segíteni, akik részt vesznek, egyaránt a szülőket és egyaránt a gyerekeket, hogy milyen módon jutnak el a felnőtté válásig, mik befolyásolják, milyen folyamatok zajlanak benn a belső gyermekben. Mindig meg kell nézni a gyereknek a szemszögét is, ami sajnos szerintem a mai világban egyre jobban elmarad. És éppen ezért, hogyha a gyerekekkel nem foglalkozunk, akkor a későbbi társadalmunkkal se lesz olyan mértékű változás, mint amit mi szeretnénk. A nemrég Nagykanizsára költözött lélekgyógyász a saját élettapasztalatának, gyermekkori élményeinek felidézésével is példákat tárta megjelentek elé. A felismeréshez szeretném az embereket juttatni, hogy mondjuk felismerjék azokat a problémákat és korábbi traumák lenyomatait önmagukban, meg a lelkükben, ami kihat teljesen az életükben. Nagyon fontos a felismerés valójában az, hogy felismerjem azt, hogy nekem milyen problémám van, és hogy az honnan jön, hogy meg tudjuk gyógyítani, és hogy ezáltal egy sokkal magasabb és harmonikusabb életbe tudjunk ezáltal élni. A programon gyakorlati tanácsok is elhangzottak, melyeket akár a hamarosan kezdődő dolgos hétköznapokban, az iskolai létben is lehet kamatoztatni.